Szombathelyen a Klapkagyőr Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület rendezett konferenciát, amelyel az 1921 és 1923 között történt magyar-osztrák határmegállapítás történelmi és helytörténeti eseményeire emlékeztek. A napi események tükrében azonban sok szó esett a jelenlegi legnagyobb kihívásról, az orosz-ukrán háborúról is. A rendezvényt megnyitó Hende Csaba hangsúlyozta, hogy a NATO a világtörténelem legsikeresebb katonai szövetsége, ahol a döntések konszenzussal születnek. A korábbi honvédelmi miniszter elmondta, a szemünk előtt zajlik és formálódik a történelem, hiszen a konferenciával egy időben tartott ülést az Európai Unió legfőbb döntéshozó szervezete, az állam és kormányfőkből álló Európai Tanács közvetlenül a NATO csütörtöki csúcs találkozója után. A Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkára Szabó István a határkijelölést megelőző időszakról beszélve rámutatott, komoly hiányok vezettek a trianoni békekötésig, majd a magyar-osztrák határ végleges kijelöléséig. A jelenlegi orosz-ukrán háborúval kapcsolatban az államtitkár leszögezte, a magyar honvédség fejlesztése az országvédelem alapvető fontosságú eleme, és az ilyen nemzeti képességekre épül a NATO közös védelme is. Megindítottuk a haderőfejlesztési programot. Miért is? Hát azért, mert egyébként a magyar honvédséget képessé kell tenni az ország védelemre. A NATO az milyen képességekkel bír? Hát azokkal a képességekkel, amivel a tagországok rendelkeznek, nem? De hát mi ajánljuk fel a képességünket a NATO-ba? Hát mi vagyunk a NATO? Ha mi védekezünk, akkor nekünk segíteni fognak, támogatnak bennünket a tagországok az ötös cikkely alapján. De helyettünk senki nem fog megvédeni bennünket.